belekeveredtem ebbe bele, hogy körülbelül 20 éve, nem, 25 éve kaptam a páromtól egy székely inget, és akkor én ezt úgy viselgettem, nagyon örültem neki, fehér székelyünk volt, fölvettem különböző alkalmakra, farmernadrághoz mindenhez fölvettem, ez a 90-es években volt, és kitaláltam, hogy a karácsonyra készítettem apukámnak, öcsémnek, sógoromnak, a fiúknak, meg a keresztfiúnak, aki kb. 10 éves volt, ilyen inget ajándékban. Mert akkor a készítők voltunk, de nem ilyen gyerekruhákat készítettünk, ilyen Converse gyerekruhákat. És akkor nagyon örültek neki, nagyon tetszett mindenkinek, és anyukám volt akkor ugye a vállalkozás főnök, én ott alkalmazott voltam, és kitalált, hogy csináljuk akkor gyerek méretbe ilyeneket, hogy ott Nagykátán, ahol élünk, ott az iskolás gyerekenek inkább ezt az inget vegyék, de azt az általános fehér inget. És akkor ennek is, ennek már akkor nagy sikere volt, tehát mindenkinek tetszett. És akkor úgy mi csinálgattuk a dolgainkat, időközben leváltunk a szülőkről, én gyerekruhát készítettem, a nővérem kismarruhát, az öcsénk vitte az országban. Mindig akartam valami más, tehát tudtam, hogy nem az igazi. És akkor kitaláltam, hogy na, csináljunk már egy pár darab ilyen inget. És csináltunk még ősi motívumokkal ingeket természetes alapanyagból. Nem sok mindent tudtam még akkor erről, most se sokat tudok erről a dologról. De belevágtunk, és már az első fesztiválon, ahol voltunk, fesztiválon, hát ilyen rendezvényen, már nagyon nagy siker, számunkra nagyon nagy siker volt ez a dolog. Mert egyébként nem csak siker volt, nem tudom. és akkor folyamatosan így hát én nem is gondoltam, hogy ez hova vezet ez a dolog. Tehát nem tudtam, hogy van olyan, hogy bocskai öltöny, de sos nem gondoltam, hogy egy bocskai öltöny fogok gyártani. Amikor hozzáfogtam ehhez, nem gondoltam, hogy bocskai öltöny készítek. Nem is tudtam, hogy létezik olyan, hogy számadókabát, meg hogy lajbi, hogy az micsoda. Az tulajdonképpen egy mellény, igazság szerint pitke gombokkal, tehát egy ilyen fém gombokkal, gyapjú szövetből, meg kaftán. Tehát tudtam, hogy ami történelmi órán, amit próbáltak tanítani nekünk, abból nagyon kevés. Nagyon hálás ez a dolog, amióta ezzel foglalkozunk. Ez például a tarcali tarsólemez alapján lett átrajzolva, ugye olyan formájúra, ami szép így egy ingen, és akkor ebből készült így hímzés. Ezek ilyen palmetta motívumok, ezek ilyen ősi, tehát sok ősi kultúra használta ezeket a motívumokat. Ahogy a legnépszerűbb ugye, amit szerettek az emberek, a rakamazi turul. Szóval ezt a turult találták meg rakamazon. Ez egy ilyen kis 4-5 centis hajfonatkorong volt. Ezt a hajfonatkorongot úgy használták őseink, hogy a hölgyek egy fonatba fonták a hajukat, és amikor már találtak maguknak párt, akkor azzal jelezték a társadalomnak, hogy kettő fonatba volt már így a hajuk, és akkor mind a két fonatot ezzel a kis koronggal díszítették. Sokszor annyi mindent szeretnének módosítani az általam kitalált dolgokon, hogy akkor azt mondom, hogy akkor találjon ki ő valamit, és akkor csinálja. Mert hogy szerintem ez valamilyen szinten egy szellemi termék, és akkor, ahogy én kitaláltam, azt gondolom, nekem az tükrözi az én elképzelésemet, és akkor azon, tehát minden áron én nem szeretnék változtatni.